Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 13-áig. Itt látható egy találkozás, egy közeledés, itt érzelmekről van szó, hiszen megjelennek a kelyhek, és azok utalnak a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Holott itt a háttérben láthatjuk ezt a két kígyót, ami utal a gyógyító erőre. A következő képen szintén ez a szerelmes pár látható, ez utal rád és ő rá, erre a boldogságra, amikor átölelitek egymást, mint az egész világot. De ez a kártya utalhat még külföldi kapcsolatokra, vagy internet kapcsolatra, azon kívül jelentheti azt is, hogy ti terveztek egy közös nyaralást. Ha egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és itt van a lelki társad. A király és a királynő. Ott vagytok egymás mellett, mindketten uralkodtok a víz eleme felett. És mint mondtam, a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát egy szerelmi kapcsolat áll most a középpontban. De azért gondolkodj el valami felett. Légy kicsit visszahúzódó, vagy meditálj arról, hogy mit szeretnél elérni. Itt ez a kép a háttérben mutatja azt, hogy mi az, ami elérhető számodra, így képek formájában. De azért hagyd el valamit vagy valakit, hiszen ez a kártya utal a változásokra. Te hátat fordítasz valaminek vagy valakinek, aki megsértett téged, megbántott téged, és ez a római 10-es szám itt utal már egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Ha ez sikerül, hogy lezársz valamit a múltból, itt lesz egy új kezdet, ugyanúgy, ahogy a 10-es szám ezt mutatta, és ez a férfi közeledik hozzád, te is átnyújtod számára ezt a kelyhet, ami szimbolizálja az érzelmeket. De ha érzelmekről van szó, ez nem csak a bizalmat vagy a szeretetet jelentheti, hanem a félelmeket, bizonytalanságokat, a könnyeket is, ahogy itt látható a könnyek mezeje. Ez nem a jelen, nem a jövő, hanem ez a múlt. És ezt kellene befejezni. Ha ez lezárul, akkor jön itt ez a könnyű lépés, és jelent már egy új kezdetet számotokra. Nem csak a szerelemben lesz ez az új kezdet, hanem itt valaki átnyújtja számodra ezt az arany érmét, és ezek a lehetőségek. Az anyagiakat illetően, tehát rendezni fogod az anyagi dolgokat, és a munkát illetően lesz itt egy jó ajánlat, és ez a kép, mivel a levegő elemét jelenti, az utalhat kommunikációra is. De legyen meg a vágyad, az álmod, hiszen itt álmodozásokról van szó. Minden kehely jelenthet egy álmod. Ha ebben hiszel, akkor ez az álom megvalósul. Ha ebben nem hiszel, akkor csalódásokhoz vezethet. De a kártyák azt mutatják, hogy igen, ez az álom megvalósulhat, mert itt látható ez az érem, ami jelenti a föld elemét, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát ez az álom megvalósul. Itt vannak az ajánlatok, és kezedbe veheted ezt. Ez is lehet egy új kezdet, különösen, ami az anyagiakat és a munkát illeti. És megvan hozzá az erőd, itt látható ezen a képen. Nem csak neked van meg ez az életerő, hanem nála is.
Itt a hold azt jelenti, te megkapod azt, amiről te álmodozol, és utal az érzelmekre, az intuícióra, és a belső erőre is. Itt vannak bizonyos dolgok, ami még nyomaszt téged, innen el kellene menekülni, elfutni, és ha ezt megteszed, akkor újra látható ez a 10-es szám, ami jelenti akkor ezt az új kezdetet, amit a másik kártyák is mutattak. Itt megint a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat, vagy a munkát illetően egy spirituális terület, vagy egy kreatív tevékenység. Itt vannak még gyermekkori emlékek, tehát vannak szép emlékek is, és azt meg kellene őrizni, hiszen látható itt ez a nosztalgia. És itt újra a 10-es szám, ami azt jelenti, itt lesz nálad egy új kezdet, indul egy új periódus, és itt minden rendeződik, az anyagiak, a munka, és ami az érzelmeket illeti, az álmok, ez az álom beteljesedik, meditálj e felett, és akkor itt lesz egy új kezdet. Amit ez a kép még jelent, a múlt, a jelen és a jövő, hiszen látható egy idősebb férfi, egy gyermek és egy fiatal hölgy szimbolikusan jelenti ezt az időszakot, a múltat, a jelent, a jövőt. De az a fontos, hogy a jelent éljük, mert mi ezt kialakíthatjuk félelmek nélkül. És itt az utolsó kártya jelenti ezt a kapcsolatot, itt ez a 2-es szám, ugyanúgy, mint itt, egy találkozást, egy közeledést, egy új kezdetet, közösen, egy közös új kezdetet. Itt érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek láthatóak, és itt a tűz eleméről, mert a botok erre utalnak, és itt megvan a bátorság, és megvannak a szenvedélyek. De ahogy a képen látjuk, itt a háttérben valaki figyeli az eseményeket, hogy jó indulatú-e, vagy rossz indulatú-e, azt nem látjuk, hiszen nem látjuk az arcát. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!